Na szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit a játszótéren, én Makan vagyok, itt lennék nektek egy újabb 5 furcsaság a Forza Horizon 4-ben epizódtal. Nagyon szépen köszönöm nektek srácok, hogy megértettétek, hogy miért is várom Discordon a furcsaságokat, és nagyon-nagyon sokan elkezdtek odaírni a furcsaságokkal a Forzában, szobába, és ezt nagyon szépen köszönöm még egyszer nektek, mert így legalább egy helyen ti is látjátok a dolgokat, hogyha esetleg valamit észrevettel a játékban, le tudod ellenőrizni, valaki beírta-e már. Na de kezdjünk is bele a videóba, remélem, hogy ismét meg tudlak mosolyogtatni egy pár percre. Az első furcsaságot Broadway Village tülekedési verseny melletti járdán vehetjük észre, ugyanis, hogyha erre a járdára bármit rálökünk, akkor elég furcsa dolgok történnek vele. Mutatom, hogy mi. Tehát látjátok, például ez a villanyoszlop, amit most beletoltam a járdába, bugol, és iszonyatos módon bugol, nagyon vicces egyébként. Bármit, srácok, bármit ide toltok, az bugolni fog és így remegni fog tulajdonképpen a járdába, és egyszer csak majd eljut a szélére, ahol már nem, de simán vissza lehet lökni, és ezt a végtelenségig tudja folytatni tulajdonképpen. Következő furcsaság ebben a kis város részben található, ugyanis hogyha itt befordultak a kettő ház közé, majd mentek tovább, és itt balra találtok egy feljárót. Ennek neki mentek, akkor észrevetitek, hogy az autó belebágol ebbe a feljáróba. Ennek igazából nincs meg sem a normálisan a hitboxa. Egy kisebb autóval ezen ki is lehet esni a textúrából következő furcsaságot, itt a Horizon Story-nál, a Drift Club Story mögötti kis lakóautó parkolóba, lakókocsi parkolóba tudjátok megnézni. Ugyanis, hogyha kíváncsi voltál rá mindig, hogy mi lehet a lakókocsik belsébe, mennyire van kidolgozva a lakókocsiknak a belseje, akkor egy nagyon egyszerű trükkkel ezt meg tudod nézni. Elég csak annyit tenned, hogy nagyjából egy 10 km per órával Nekimész a lakókocsinak, de még ettől lassabban is, és a létező összes ablak kiesik a lakókocsiból, és tulajdonképpen utána a fotómódba be tudsz venni, meg tudod nézni, hogy belülről hogy van kialakítva a lakókocsi. Hát azt kell mondanom, hogy ez elég gyér ez a felszereltség, amit látszik, viszont az ablak az nagyon könnyen kiesik belőle, ahogy a példa is mutatja következő furcsaságot akkor vehetjük észre, miközben követjük a vonatot, és elérkezünk a LEGO DLC-nek a bejáratához, ugye itt van egy tehervasút állomás, ugyanis itt azt a furcsaságot láthatjuk, hogy a vonat teljes szerelvénye, hogyha belépünk fényképező módon még jobban látszik, elemelkedik a síntől. De el valami eszméletlen módon, tulajdonképpen egy egész autó alá félre némelyik helyen a vagonok alá, hihetetlen, nem véletlenül hívják ezt a mozdont Flying Scatmannek. A következő furcsaságot az Emberside kapaszkodó esemény mellett vehetjük észre. Ugyanis az út mellett láthatjátok, srácok, hogy egy kővel kilakott fal van. Gondolom, hogy megakadályozzák itt a beomlást, a földbeomlást az útra. Viszont egy picit elrontották ennek a, a kőfalnak a hitboxát, ugyanis hogyha rámentek egy autóval, tulajdonképpen már a fél autó lelóghat róla, és ti még mindig fent vagytok ezen a kőfalon. Ráadásul el is van emelkedve az autó legalább egy fél méterrel a kőfalnak a tetejétől. Azt hihetnétek, hogy éppen ugratok. Úgyhogy direkt nem csak fotómodra fogom nektek ezt bemutatni, hanem rendesen élő képet is láthatok róla, pontosabban, ahol mozog az autó, mozog a táj, tehát, hogy nem éppen ugratok, hanem tényleg így megáll az autó ezen a helyen. Ennyire lett volna ez a videós srácok. Remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és hogyha nem szeretek lemaradni a többi epizódról, vagy más játékokból készült live videókról, akkor mindenki piratkozatok fel a csatornámra, és nyomjátok be a kicsit csengőt mellette. És hogyha van olyan bug, furcsaság, feature a játékban, amit meg szeretnél velem osztani, és még nem volt videóban, és úgy gondolod, hogy tök jól néz neki egy videóban, akkor mindenképp a Discord szerverenem, a furcsaságok a Forzában című szobában írt el nekem, és hogyha tényleg nem ismertem, vagy még nem szerepelt videóban, akkor a neveddel együtt bekerülhet, akár a következő részbe. Még egyszer köszönöm, mit itt voltatok a játszótéren, én Makan voltam, sziasztok!